Hatodik fejezet Mivel a partin elfelejtette megköszönni szemnek a kotákat, reggeli utáni szokásos akrobatikus tornaedzésen akarta ezt pótolni. De a gyakorlóterembe több orgyilkos is edzett, és nem volt kedve ahhoz, hogy az idősebbeknek az ajándék miatt magyarázkodnia kelljen. Amúgy is biztosan félreértenék. Nem, mint a különösebben érdekelte volna őket, hogy mit csinál, Lehetőség szerint kerülték, és Szeléna sem törte magát, hogy közelebbi ismeretségbe kerüljön velük. Ezen kívül hasogatott a feje is, mert egész éjjel fent volt, és túl sok pesgőti volt, ezért képtelen volt arra, hogy kigondolja a megfelelő szavakat. Ebédig végzett az edzéssel, és nagy benyomást tett a tanárára azzal az új mozgástechnikával, amit a vörös sivatagban tanult. Érezte, hogy szem a néhány lépésnyire lévő szőnyegéről szemmel tartja. Megpróbált nem figyelni mesztelen, izzadságtól csillogó felső testére, miközben nekifutott, felugrott és gyorsan megpördült a levegőben, majd szinte hangtalanul ért földet. – Te jó rém, hogy milyen gyors ez a srác! Biztosan egész nyáron edzett. – Milédi! – kühétsált a tanár, és Szeréna úgy nézett rá, hogy a férfi nem mert megjegyzést tenni. Hátrahajlott, keze alig érte a talajt, a lábát puhán a feje fölé lendítette és talpra ugrott. Térdre érkezett, és amikor felpillantott szemet, látta közeledni. Megállt előtte az állával intett a tanárnak, és a köpcös, alacsony férfi elvonult. Ő segített nekem, tiltakozott Szeléna, amikor felkelt, remektek az izmai, Keményen edzett ma reggel, bár alig aludt, és ennek semmi köze nem volt ahhoz a tényhez, hogy egy másodpercet sem akart kettesben lenni szemmel a gyakorló teremben. Minden másnap itt van. Nem hiszem, hogy valami nagyon fontosból kimaradsz. Felelteszem. Szelina nem vonta el az arcáról a tekintetét, nem először látta szemet ing nélkül. Encés közben minden orgyilkost látott a ruhátlanság különböző fázisaiban, de most valahogy más érzés volt. Akkor, szólt Szeléna, betörünk ma este Dona Letompította a hangját, nem különösebben szerette, hogy a többiek meghallhatnak valamit. Korábban bennek mindent elmesélt, de ő halott volt, eltemették. Most, hogy már tudjuk, hánykor lesz a találkozó, meg kellene néznünk az emeleti dolgozószobát, és kitalálnunk, hogy hány darab és milyen iratok vannak ott, még mielőtt a partnerének átadja őket. Az estét javasolta, mivel végre előbújt a nap, ami a nappali nyomozást lehetetlenné tette. Szem, szem a homlokát ráncolva a hajába túrt. Örömmel tenném, de nem megy. Ma van Lisandra árverezésének a főpróbája. próbája. És őrszolgálatban leszek, utána találkozhatunk, ha meg akarsz várni. Nem, akkor egyedül megyek. Nem hiszem, hogy olyan bonyolult lesz. Kiment az edzőteremből, szem csatlakozott hozzá, gyorsan mellette ment. Veszélyes lesz. Szem, a koponya őbölben Rolfeszén is túljártam, és 200 rabszolgát szabadítottam fel. Azt hiszem, menni fog. Elérték a villa bejáratát de akkor segítettem neked. Az is lehet, hogy ha végeztem, akkor eljövök én is Donavárhoz. Hát, ha még szükséged lesz rám. a megveregette a vállát, mesztelen bőre ragacsos volt a verejtéktől. Tedd, amit gondolsz, bár az az érzésem, hogy addigra már végezni fogok, de majd holnap reggel szívesen beszámolok, mondta a bájologva, és megállt a nagy lépcső alján. Szem megfogta a kezét. Légy óvatos, kérlek. Csak egy pillantást vesz az iratokra, aztán gyere el azonnal. Még van két napunk az átadásig. Ha túl veszélyes lesz, akkor holnap is megpróbálhatjuk újra. Ne vállalj felesleges kockázatot! Ebben a pillanatban kitárult a bejárati ajtó, és szem elengedte szelén a kezét, amikor Lisandra és Clarice beviharzott. Lisandra elvörösödött, ami miatt úgy tűnt, hogy zöld szeme szikrázik. Ó, szem! Kiáltott és tárt karokkal felé sietett. Szelénának égnek állt a haja. Szem udvariasan Lisandra keskeny ujjai után nyúlt, amilyen mohon szemre nézett, különösen a mesztelen felső testére. Szeléna azonnal azt a következtetést vonta le, hogy két nap múlva, amikor már túl lesz az elárverezésen, és együtt lehet azzal, akivel akar, akkor meg fogja környékezni szemet. De ki nem tenné ezt? Újabb ebéd a Robinnal? kérdezte szem, de Lissandra nem engedte el a kezét. Madame Clarisse Szeléna felé biccentett, ahogy az elsietett Arobin dolgozó szobája felé. A bordé tulajdonos és az orgyilkosok királya már azóta barátságban volt, hogy Szeléna itt lakott, de Clarisse soha nem váltott vele néhány szónál többet. Ó nem, csak tejázni jöttünk. Arobin egy ezüst teás készletet ígért nekünk mondta Liszendre úgy, mintha Szelénának szánná a mondandóját. Muszáj velünk tartanod szem. Normál esetben Szeléna Lisszandrát sértő viselkedéséért alaposan legorombította volna. Liszandra még mindig fogta szem kezét. Szem visszahúzta a kezét, amikor tudatosult benne. Én kezdte. Menj csak, mondta Szeléna. Lisandra csak nézett egyikükről a másikukra, Amúgy is dolgoznom kell. Nem azért vagyok én a legjobb, mert egész nap a hátamon fekszem és téteszem a lábamat. Olcsó támadás, de Lisandra szeme villámokat szórt. a borotva éles mosolyt vetett rá. Egyébként egyáltalán nem állt szándékában hosszabban beszélgetni szemmel, vagy meghívni, hogy hallgassa meg, ahogy gyakorolja a darabot, aminek a kottáit megszerezte neki, vagy akár csak egy perccel többet töltsön vele, mint az abszolút szükséges. Szemnyelt egyet. Ebédeljünk együtt, Szeléna. Lisandra csettintett egyet, és távozóban még morgolódva odavetette. Miért kellene vele ebédelned? Dolgom van, vágott vissza Szeléna. Ez nem volt hazugság. Valóban véglegesíteni kellett a tervét, hogy hogyan lopózik be Donavalhez, és tud meg többet az iratokról. Az állával Lisandra eléintett, és a mögötte lévő szalonra. Jó szórakozást! Mivel nem akarta látni, hogyan dönt ezért a márványpadlót nézte a kékezdőlt függönyöket és az aranyozott mennyezetet, miközben felment a szobájába. A Donevál háza körüli falat nem őrizték. Akárhova ment is ma este, a ruhája alapján ítélve valószínűleg színházba vagy egy partira, több őrét is magával vitte – a vivajszerű testőrét ugyanakkor nem fedezte fel közöttük, talán ma szabadnapos. A területen ennek ellenére több őr, őr járőrözött, jár 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 nem beszélve azokról, akik bent tartózkodtak. Bár írtózott a gondolattól, hogy új fekete öltözéke vizes lesz, de mégis hálás volt az esőnek, amely napjuktakor újra rákezdett. Még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy le kell mondania a megszokott állarcról, hogy az eső miatt amúgy is rossz látási viszonyokon ne roncson tovább. Szerencsére az uhogó eső gondoskodott arról, hogy a ház oldalán álló őr ne vegye őt észre, amikor közvetlenül mellette elosont. A második emelet eléggé magasan volt, de a sötét ablakot könnyen ki lehetett nyitni kívülről. Már készített egy vázlatot a házról, ha mindent jól csinált, amiben biztos volt, akkor az ablak közvetlenül a második emeleti dolgozó szobába nyílt. Figyelmesen fülelt, és várt, míg az őr a másik irányba nézett, majd elkezdett felfelé mászni. Új csizmájában jól meg tudott tapadni a falon, és az ujjaival könnyedén talált repedéseket. Az öltözéke kicsit nehezebb volt, mint a megszokott köpenye, de a beépített fegyvereknek hála nem akadályozta egy kard a hátán vagy tőrük a derekán. Még a csizmájába is beépítettek két tört, ami szintén Arobin ajándéka volt. Jól tudja majd hasznosítani. Az eső letompította az általa keltett zajt, és némiképp takarta is, ugyanakkor tompította annak a zaját is, aki esetleg felé közeledett. Tágra nyitotta a szemét és a fülét, de nem fordult be újabb bőr a sarkon. Megérte a kockázatot. Most, hogy tudta, hánykor lesz a találkozó, két napja volt arra, hogy lehetőség szerint minél több konkrét információt gyűjtsön az iratokról, azaz, hogy hány oldalasak és hová dugta őket Donavál. Néhány pillanat alatt elérte a dolgozó szoba párkányát. Az alatta álló őr még csak fel sem nézett a házra. Tényleg első osztályú őrök. Benézett egy sötét helységet látott, egy papírokkal teli íróasztalt, más nem. Dönevel nem lehet olyan buta, hogy a listát előhagyja, de... Selina a párkányra rendült, a keskeny tőr a csizmájából tompa fényjel csillant meg, amikor az ablak résbe dugta. Két ferde lökés és egy csukló mozdulat, és... Az egyik ablakszány halkan nyikorgott, a másik hangtalanul felnyílt. Besmiszolt a dolgozó szobába teljesen hangtalanul huppant a díszes szőnyegen, óvatosan lélegzett visszafolytva nyomta vissza az ablakszárnyat. A támadást az utolsó másodpercben vette észre.